sajnos nem tudok meg pozitív dolgokat mondani. Az állapotom még nem elégséges ahhoz, hogy pályára lépjek, hogy a csapattal együtt edzek. Minél hamarabb szeretnék ezen túl lenni ezen az időszakon, és sajnos a szervezetet azt nem tudjuk becsapni. Ő diktál most, és én megpróbálok megtenni mindent tényleg, hogy minél hamarabb csapattal készüljek. Ugye a Paks ellen sérültél meg, utána ugye több vizsgálaton is átestél. Mi volt a pontos diagnózis? Igazából már a Paks meccs előtti Diósgyőrt mérkőzés hetében jött ez a sérülés. A Diósgyőrt meccset még úgy játszottam végig, hogy ezzel a sérüléssel végigszenvedtem. Nem tudtam, hogy még mi lehet a pontos diagnózis, mert nem gondoltam semmi rosszra. Voltak már máskor is volt, hogy itt fájt, ott fájt, amott fájt. Mindig vállaltam a játékot és akartam a csapattal tartani, de utána a Paks eleme annyira fokozottak a fájdalmak, hogy ott már nem bírtam tovább játszani, ugye azóta partneron kívül vagyok. Sajnos van egy ideggyulladás, ami végigfut ugye a lábamban, és a hajlítóizmot blokkolja, ott okoz fájdalmat, és sajnos ez a fájdalommal nem tudok játszani, és nem bírok normális munkát végezni. Nagyon nehéz ezt megállapítani elvileg, hogy az ideggyulladás, idegfájdalom mikor fog elmúlni. Kimondottan gyógyítani nem lehet, különböző fizioterápiát lehet alkalmazni, egy gyógytornát. Próbálom megtenni mindent, és próbálok megtenni mindent, hogy minél hamarabb megszűnjön ez a fájdalom, és jelen a csapat rendelkezésére álljak. Említetted a gyógytornát, emellett milyen fajta kezeléseket kapsz? A klubnál azért adott most már minden olyan fizioterápiás készülék, ami az én gyógyulásomat segítheti, mágnes, lézer, sorolhatnám, nagyon sok olyan gépünk van, ami tényleg gyorsíthatja ezt a folyamatot. Gyógytornára, külön egy specialistához járok klubon kívül, de klubon belül is megkapok minden segítséget, és tényleg mindenki azon dolgozik, hogy minél hamarabb játszhassak. Borzasztó kívülről nézni ezeket a mérkőzéseket. Ugye egy játékos szerintem bárki nevébe beszéltek, akkor érzi jó magát, ha belülről tud segíteni. Így nehéz megélni, mint kívülálló. Voltak nehézségek a csapaton belül, de azért láttuk, hogy voltak Debrecen ellen egy kinkeservesen kiharcolt győzelem volt az utolsó pillanatokban, aminek az értéke viszont annál nagyobb és annál többet ért. Láthattuk utána a videóton ellen, hogy milyen szép játékkal tudtunk győzni a bajnok esélyes otthonában. Majd jött a mezőkövesdi mérkőzés, ahol egyébként le a kalappal szerintem nagyon jól játszott a csapat. Egy kapusztuk is a mi akaratunk érvényesült részben, mivel úgy láttam, hogy a mezőköves akarata meg az volt, hogy a kontratámadásokból próbáljon veszélyeztetni. Ugye sikerült is neki, kivédekezték a mi lehetőségeinket, két kontrából el tudtak jönni, ezáltal maguk javára folytották a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy ha ezen az úton megy tovább a csapat, akkor elérjük azt a célt, amit szerettünk volna. Én úgy látom, hogy most már a újakkal kiegészülve kezd kialakulni az a régi játék, amit szerettünk volna, ami a szezon elején hiányzott. Én bízom benne, tényleg a srácok így folytatják, és jövő héten a derbim mindenféleképpen szeretnénk a három pontot elhozni. Ez a legfontosabb csapatnak, a szurkolóknak, Újpestnek, szóval hajrá!